Na, 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 ez csak így lehet. Elméletileg ezt a cuccot csinálnia. Sakkú csapatunk egy új játékot is on. Új játék is on. Na. Nézzük, hogy mi a situation. Szevasz Gabriel, most csak így tudom megoldani a streamet, ugyanis ez a játékhoz kell a telefon. És a kommenteket is így tudom olvasni. Igazából, amúgy csomi csá, tészta. Valamilyen nem jelzi a nézőket, basszus, azt még gyorsan beállítom, srácok. Szóval meg kell néznem. Meg kell néznem, hallod? Hogy van-e? Hogy van ez? Na, jó lesz most szerintem. Na, csőcsumicsát, csőtészta, hello, szia, szevasz, Florence, szia. Majd írd már le, Gabriel, hogy milyen a hang, mert PlayStation-on fogjuk tolni ezt a Hidden Agenda, Magenda cuccot, ez egy magyar szinkronos játék. És igazából nem játszottam vele, tehát ne nézzétek azt, hogy folytatás. Csak feltelepítettem, és elindítottam, de aztán ki is léptem a játékból. De ez egy magyar szinkronos game. Úgyhogy indítsuk el, szerintem. Csapassuk az ipart. Mi az, hogy nézz a tévére? Anyárat, hát miért nézek a tévére? Hát látom, bazd meg. Na, szerintem fasz a hang, nincs vele. Semmi gáz. Köszönöm, haver, hogy megírtad. Na nézzük, hogy milyen ez a cumó mumó. Mi ez? Új játék indítása, felülírod. Yes. Felülírjuk, tesó. Történetmódban a játékot csak szórakozásképp játszod. Együtt oldjátok meg a bűnesetet, és tetszőlegesen alakíthatjátok a történetet. Most, hogy egyedül vagyok, bazd meg. Egyedül vagyok, magányosan, hallod? Na, indítsuk el akkor ezt a szuper cumó mumót. Közben iszok egy kortyot, mert szomjan döglök. Mi a helyzet, srácok? Hogy vagytok? All is good, order nine. Pillangó hatás, hallod? Nagyon komoly ez a cucc. Nem kicsi a kép, amúgy. Vagy mi a szar van? Mi a shit van, gyerekek? Várjatok! Valami nem jó. Valami nem jó. Ennek nem így kell lennie, srácok. Várjatok! Igen. Hát csak ilyen lesz, ahogy látom. Nem tudom megoldani máshogy sajnos, mert ehhez tényleg kell a telefon, és csak így tudom megoldani a képet. Szevasz Nagy Frigyes, mi a helyzet? Üdvözöllek téged is a streamben. Kicsit lejjebb dobom a fülest, mert ne nagyon hangos. Na nézzük. Majd elkezdődik jövő hónapban. Na. Csend legyen, kezdődik. Csend legyen. Na nézzük. Mondom, kezdődik. Mit nem értesz az alatt, hogy kezdődik, hallod? Kezdjed már. Itt van egy fickó, imádkozik. Nagyon imádkozik. Amúgy én vagyok a narrátor most. Nem baj, hogy magyar szinkronos srácok. Én kommentelem végig, hallod? Végig. Itt van egy csávó gumigatyába. Aha, gumigatyába nyomja az ipart. Ilyen öngyilkossági kísérlet, minden játszik. Minden van. Valami csapda. Valami csapda szisztéma. Az nem gyengén felrobbant, hallod? Az egész Police Station megremegett. Ha, tiszta pervers, hallod? Tényleg, amúgy. De jó játék, hidd el, haver. Szevasz, Andró Tóth! Hallod? Nagyon jó a szinkron. Mi ez a szinkron? Beszarsz! Remélem, milyen jó lesz végig a szinkron. Jesus! Szevasz, Patrick Hun! Becky Merni Yarder, 2012. november. Csak írj nyugodtan, ahogy tanultuk. Aha. Mi a terv?
A szavazáshoz vidd a mutatót a megfelelő négyzetbe. Aha. Jó van, tesó. Hát viszem, viszem már is, hallod? Ahogy viszem, viszem. Mit csinálsz? Én magabiztos vagyok, tesó. Szerintem egyenesen a bejáraton menjünk be. Meglephetjük őket. Hoho, ez nagyon veszélyes, gyerekek! Nagyon szeretem a magyar szinkronos játékokat. Rendőrség! Rendőrség, behatolunk! Hallod? Szerintem nem arra akartam menni, basszus. Majd megnézem, haver. Figyelj a képernyő tetején látható nyomokra. Igen. Jelöld ki őket a mutatóddal, mielőtt lejárna az idő. Néhány nyom a segítségedről lehet a későbbiek során, ezért érdemes mindent megtalálni. Rendben van, tesó. Megtalált nyomok nulla. Mi az, hogy mit kell itt csinálni, hallod? Mit kell? Jó, egy nyom, igen. És most találtam nyomot? Vagy most mi a pöcsön van? Hát itt nincsen nyom, Amber. De hát már megtaláltam, hogy 600 nyomot. Basszus, az egérfogó ott volt, nem láttam. Tényleg ő az. Tényleg ő az, ki az? Ki az? Szóval tényleg ő az, de ki? Hó, gyerekek, itt bajok vannak, hallod? Az a baj, nincs kamera. Basszus, hozhattam volna a kamerát. Hogy lássatok engem is. Amúgy itt el vagyok terülve az ágyom, minden, zsír. All is good. Mit csinál ezt? Te megújj azzal, hallod? Köszönöm, haver, hogy beszálltam, már láttad, de azért itt vagy. Örülök neki. Tedd fel a kezed, hallod? Tedd fel a kezed, tesó! Na várjál, le kell lőni a faszba. Ja, hát ezt én lelőböm a francba, hallod? Hát nézi a fegyvert, hát hogy ne kéne lelőni? Hát úgy lelő, hogy még a hajam is leválik, bazd meg. Na, azért mondom. Megcsapta az áram a csöcsét. Megrázza az áram a csajt, szerintem. Hát miért kell a vízbe lépni? Te nem látod, hogy ott a víz? Hát csak a társamat, nem? Na jó, van ennek kampó van. Az orvadász utáni hajszama este drámai véget ért. Az orvadász! Jonathan Frayn. Szia, Laci! Hát látod, itt tárgyaláson vagyunk, meg minden szar. Ehhez nem fér kétség. Az önök feladata, hogy eldöntsék, milyen büntetést érdemel. Ez a férfi, az úgynevezett orvadász. Orvadász. Az orvadász. Nincs a semmi, Laci, csapatjuk ezt a izét, nyomozós, monyozós cuccot. Ezt a hidden agenda, vagy hidden agenda, vagy hogy kell kimondani. Legalább a túszt kelt volna. Micsoda? Jonathan Fane minden vádpontban bűnösnek vallotta magát. Hogy miért? Mert azt reméli, hogy egy átlagos, esendő embernek látják. És kackosszátok meg a streamet, addig még itten tárgyalás van, meg minden. Nem bízhatunk meg benne. Elméje álnok, torz és gonosz, és ezen egyetlen szava, egyetlen tette sem változtathat. Így van, csukjátok le a francba. A törvénykeze teljes szigorral sújtson le rá, büntetése legyen halál. Köszönöm. Hát kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ebből a játékból. Hát most így a legelején elkaptuk a csávót, most akkor mi lesz? Kiszökik a izéből, a börtönből, vagy hogy lesz? Vagy mi lesz? Az nem gyenge, haver.
Az nem gyenge, mondjuk, méreginjekció. Amúgy azt hiszem, Amerikában még mindig van ilyen méreginjekció, gyerekek. Úgyhogy nem tudom, hogy mi a helyzet, de még most kezdődik a játék, szóval én nem nagyon vágom. Koppincs a jegyzetek gombra az alkalmazásban a frissítések elolvasásához, a háttértörténetek megtekintéséhez, aha, és a nagyobb fordulatok áttekintéséhez. Itt nekem írja a telefonon, hogy Jonathan Finn bevallott az óvalás gyilkosságokat és a megyei törvényszék elítélte. Csak 48 órája maradt a földön. Ezért az jutott eszembe, hogy vajon van-e önök között olyan, aki ismerte valamelyik áldozatát. Így jön a bátra, élnek a vonalon. Igen, Texasban van. Komoly amúgy az ilyen dolgok amúgy kemények nagyon, szerintem. A főszerepben Katie Cassidy. Persze, vágom. De azért nem is arról sem teljesen fagyott tisztán. Ott van például az a Márki. Előléptették a gyilkosságiakhoz. Kitüntették meg minden. A csajnak nagyon megy a szexi. Közben meg kiderül, hogy több baj van a füle mögött, mint az őzenek. Bizonyíték eltüntetése, helytelen magatartás, meg ki tudja még. Basszus! Hát sosem tudhatjuk, hogy ki jó és ki rossz. Ennyi. Na nézzük. Amúgy ez olyan, mint egy interaktív film. Nagyon komoly szerintem. Jó reggelt, itt a kapitány beszél. Azonosítatlan holttestünk van. Egyre több a piros betűs név a táblán, és ha valaki nem tudná, a megoldatlan ügyek erősen rombolják a kapitányság hírnevét. Állítsa rá az ügyre Márnit, a varázslót. Úgy hallottam, remekel a dolgok átítása. Shelbury felügyelő. Ezt elengedem a fülem mellett. Leléphetnek. Nem lehet játszani a Falcraft-tal jelenleg amúgy. Életrajz frissítve. 5 évvel később Becky Manley elkezdte aznapi műszakját a gyilkossági csoportnál. Hey, Becky. Na nézzük. Calvary-ben? Azért jelentett fel a belső osztálynál, mert a vetélytársa vagy. Örülök, hogy van valami eredménye a munkámnak. Akkor futottál jó sokat havál. Futás az nem rossz. A fickó egy csekkfej. Nem. Nem igazán. Olyan az egész, mint egy kozmikus összeesküvés. A jövőm annak a szemétládának a kezében van. Nem vagyok jó. Tudom, de semmiük sincs. Tartsd magad távol Calvary-től. És vége lesz. Visszafogottak leszünk. Köszi, tesó. Márni felügyelj. Válthatnánk néhány szót. Hát persze. Ó, még jól néz ki a csaj, hallod? Köszi, Laci! Meg vagyunk, remélem te is jól vagy. Nem kéne beleszólnom a belső ügyosztály folyamatban lévő vizsgálatába, de... a rossz hatással van a legjobb nyomozómra. Sajnálom, uram. Ugyan, ne kérjen bocsánatot. Maga jó zsaru. Biztos vagyok benne, hogy nem szándékosan manipulálta a bűnügyi helyszínt. Milyen manipulálta, embert? Miért szarról beszélsz? Mi az, hogy manipulálta? Mit manipulált? Tűnhet, hogy nincs beleszólás. Ne húzzál fel! De igenis van. Ért engem? Igen. Persze. Ne húzzál fel, te só! Szeretném elhinni. De tudom, hogy az orvadászt 48 órán belül kivégzik. Tudom, hogy... Ja, most végzik ki a csávót, aha! De koncentráljon. De várjál, miért mondta azt, hogy manipuláltunk valamit? Az a tudatad erőt, uram, hogy Jonathan Finn megkapja a méltó büntetését. Jobb, mint egy csésze kár. Megkaptam az üzenetedet, épp az ügyfelethez tartok. Sajnos nem tudtam visszamenni a városba. Nem tetszik, hogy az ügyvédje távol létében találkozott Finnnel. Finn nem sokkal a kivégzés előtt találkozott két Felicity Graves kerületi ügyésztől. Nos, ez igaz. Ezt írja nekem a mobil. Valószínűleg nem lesz könnyű szóra bírnod. Csak okosan. Jó. Van valamit itted? Rá kell lenned, hogy beszéljen Eden Jonesról. Ki az az Eden Jones? Jobb, ha tőle hallod. Van valami terved? Hát optimisták legyünk már, itt mindenkit én irányítok. Később
Az ügyvédje szerint van valami mondani valója a számomra. 5 percet kap. Na nézzük. Nézzük, srácok. Én nem öltem meg senkit. Hát akkor mi az anyár picsáját csináltál ott, bazd meg, ujjasztod a nőt, megfele, hallod? Az árvaházban? Még csak gyerekenek voltunk. Megbíztunk bennük. De már megbocsátottam nekik. Isten, a megbocsátás. Szia, Bence Lászt! Nem bocsátott meg a McKinsey-nak, ha már eltemette őket. A megbocsátás nem így működik. A szemünkbe hazudik, hallod? Nem öltem meg senkit! Ne, ne, mérgeld magad, tesó, mert belemászok az arcodba. Meg fogok dögleni! Ez kit érdekel? És senki nem fogja megtudni az igazságot. Milyen igazságot? Hallod, nagyon kíváncsi vagyok. Mi a shit? Mi a shit van? Vallomásról, a gyilkosságokról, mindenről. Szóval mégsem maga ölte meg őket. Milyen jó itt vagyok, Gabriel. Ki eszik? Én nem eszek. Jaj, Patrik megy enni, aha. Adam Jones. Adam a barátom. Az árvaházban. Azok után, amiken keresztül mentünk, kinek... Hallod, ez nagyon bejön nekem ez a game. Kíváncsi vagyok. Hallgatom. De többet kell tudnom ahhoz, hogy tehessek valamit. Adam és én, nos... Átéltünk pár durva dolgot. Összehozott minket. Adam megszökött. Én a droghoz nyúltam. Amióta kijöttem, nem voltam józan. Aztán pár évvel vagy talán... Pár évszázaddal később a franc tudja, Adam megkeresett az interneten. Folyamatosan rám írt, nem hagyott békén, és állandóan a régi árvaházi szarságokat hozta. Ki ez az Adam? Azt mondta, tudja, hogyan fizethetnek meg ezért. Szóval megállapodást kötöttünk. Én elviszem a balhét, hogy Óla eltereljen a figyelmet. Eltöltök pár hónapot a kóterben, aztán pom. Az orvvadász oda ne csapja. Én nem lehetek, hiszen itt vagyok. Logikus, nem? Jó van, srácok, ne lőjétek le a poént! Az a szerencsés. Amúgy ez a játék nagyon sokféleképp végződhet. Róka a tyúkolban. Fogalma sincs, milyen volt ott benne. A játék szoba. Az atya így hívta, de... Szerintem ő volt az egyetlen, aki jól szórakozott ott. A rendőrök nem találták meg? Nem. Nos, elmehet, megnézheti. Hello, Dave! Üdvözöllek téged is! Tehát hol van? Adam, most? Gőzöm sincs. Hogyan találjuk meg? Valahol el kell kezdeni. Tudok egy helyet. Köszönöm, Bence. Ne áruljátok el, srácok, mert nagyon tetszik nekem ez a game eddig. Térképet? Talán kincses térképet rajzol? Mindössze útba igazítást adhatok, de... Köszönöm, Laci! Szevasz, Pina Hunter! Jesus Christ, milyen neved van, tesó? Hallod? Nagyon cool. Tegyük fel, hogy ez igazat mondja. Ez a nyomozós monyozós. Ez a Hayden Agenda, vagy hogy kell kimondani. Nem tudom, hogy kell kimondani, haver, de nagyon menő game. Ez egy ilyen interaktív filmszerűség igazából, és nagyon brutális. Ennél több kell. Vagy nem egy sem. Lázadás van a börtönbe. Nem kellene itt lennem! Nem itt kellett volna történnie! De akkor mit csináltál ott, bazd meg, az elején? Hát ott voltál, hát megölted ilyen a csórókámat. Nincs. A csajsz itt szétcsapta az áram. Nem, azt mondta, ez nem történhet meg. Azt ígérted, mostanra már szabad leszek! Mi a szar van, gyerekek? Én nem értem, gyerekek. Nyugtassuk meg! Ha mindez igaz, gondoskodom róla, hogy ne halljon meg hazug emberként, rendben? Utána nézek... A kajak én nem vágom, srácok, hogy most mi van akkor? Ahogy éjjel megtalálom. Basszus, nagyon kíváncsi vagyok, srácok, hogy mi folyik itt. Mert ez nagyon, nagyon sok oldalú, így nem tudod eldönteni, hogy most mi van. Jó, még nem ismerünk olyan sok karaktert. De ennek után fogunk járni, hogy most mi a situation, mert hogy ez a csávó amúgy olyan, mintha igazat mondaná. Mit gondolsz? Kaptam egy jelentést Adam Jonesról. Ugyanakkor volt a Las Palmasban, mint az ügyfelem. YouTube-on jövő héttől lesznek streamek. Tudom, mit akarsz elérni, de nem fog menni. Ki van zárva, hogy kiengedjék fint? Az érvei túl gyenge lábakon állnak. Köszönöm, Bence, akkor nem maradj le egy részről sem. Akkor minek kellett ide? Mert hogy ezt ki fogjuk tolni mindenféleképpen. Lana, már túl kés. Legfeljebb halogathatjuk az elkerülhetetlent.
Adam Jones személye jogos kérdéseket vet fel. Ez az ítélet visszavonásához kevés. Finn nem jó ember. De ha meghal, és te nem tettél meg mindent, hogy kiderítsd, biztosan ő-e az orvadász. Meg tudnád bocsátani magadnak? Hú! Sajnálom, Lana, de... Pillangó hatás frissítve! Nem segíthetek. Próbálj beszélni a bíróval, meglátjuk, mit mond. Beszélek a rendőrséggel Adam Jones ügyében. Talán rábukkannak valamire, nem tudom. Ez minden, amit tehetek. Köszönöm, jól vagyok, tesó, remélem, hogy te is jól vagy. És kacuk, osszátok meg a streamet, mert nem biztos, hogy tudják, hogy streamelek. Bárhol osszátok meg, ahol akarjátok. Facebookotokon, akárhol. Lassan 600 követő van Twitch-en, srácok, hozzuk össze! Szerintem ez egy nagy rakás lószar. Az eset támadhatatlan. Az Istenért, hiszen tetten értük. Elárulná nekem, miért kellene egyáltalán szóba állnunk azzal a seffejjel? Sajnálom, hogy ezt kellett közölnöm én, de közös az... Legyünk visszafogottak, mert gyanús. Gyanús nekem. Ó, Jonathan Finn megérdemli. Köszönöm a hostot, ilyenkor nem látom sajnos, mikor PS-ről streamelek. Ilyenkor nem látom a dolgokat. Aha, volt egy Adam Jones az árvaházban. Csak hogy a szarházi meghalt abban a tűzben, ami miatt bezárták a helyet. Srácok, készül a stúdió, és ha kész lesz, akkor lesznek hosszabb streamek. Nagyon hosszú streamek. Azt hiszem... Hamarosan kész leszek vele egyébként. Én csak... Le akarom rendezni ezt az ügyet, mielőtt Finn rendezik le végig. Finn szerint Rominskynek volt egy titkos helyisége az árvaházban. Játékszobának hívta. Amúgy az arcmimikák lehetnének jobbak szerintem egy picit, olyan közönösök, olyan furák szerintem. A jelentésben nem volt benne. Azon gondolkoztam, Hillary úr. Szóval, amikor az orvadász áldozat... Hát igen, utána nagyon sok stream lesz, kacok, meg utána fészkemes lesz csak. Utána csak is fészkemes streamek lesznek. 5 éve volt. Nem hinnél. Tehát nincs okunk Finnen kívül bárki más gyanúsítani? Emlékszel... Nálatok is ilyen meleg van amúgy? Nagyon meleg van most. Van vagy 70 fok. Na jó, annyi nincs, mert akkor ma sültséggel lennék, de vagy 25 biztos van. Ha nem több. Hozzáfér még az összes adathoz? Na álljon már meg a menet. Az esetet lezárták. Finnnek indítéka is volt. Pokoli! És kacukom, úgy elmondom közben, hogy tudtok támogatni, hogyha akartok egy feliratkozással, és akkor egyedi emojit is kaptok. Azt hiszem, hogy 3000 forint egy hónapra, vagy valahogy így. Én elmesélem két szóban. Jól elbaltázták. Ott is akkor bevarhattuk volna Finn. Ja, és tudtok küldeni ingyen cheert. Nem kértem kommentárt, Calgary. Na, mi lesz a nyáron, haver? Írd le nyugodtan, hogy mi lesz a nyáron. Volt egy különösen nehéz helyzetben. Ha nem bánja, öntől szeretném hallani, mi történt. Ön legalább ott volt. Mindjárt ledobom a pollóm, olyan meleg van. Catherine Hope a Last Palm az árvaházban dolgozott. De várjál, mert ezek új karakterek szerintem. Adam Jones van. Várjál, ezt nézzük meg, hogy mi a szitu. Folyamatban lévő betörés. Én voltam a legközelebb, ezért egyedül mentem. Rutin eljárás lett volna, de... Pattanásig feszültek az idegeink, mert az orvadász ismét felbukkant. És bármelyikünk lehetett a következő. Ez mi ez a power up, pillanter, amit küldtél, vagy mi ez? Mert PlayStation-en sajnos nem tudom úgy nézni a kommenteket. Ja, most akkor az emlék. Ez valami emlék, gyerekek. Hát menjünk be szerintem. Nem kell itt körülnézni, hanem bent kell szétnézni, hogy mi a helyzet. Szerintem most nyomokat kell keresni, gondoltam. Akkor valami táskát kéne.
Egy nyom. Lábnyom, már csak a táska kéne, haver. Megvan mind a három nyom. Mind a három nyom megvan. Még trófeát is kaptunk, hallott? CSI helyszín elő vagyok, mi van veled? Becky felidézte, hogy vett részt az orvadász elfogásában. Ezt írja nekem a telefon, a telefon. Nézzük, hogy mi itt a hányás. Ez mi volt? Csecsemősírás? Jesus, mi a szar? Hú, nagyon perverz az a csávó. Mi van itt? Bomba van rajta, vagy mi? Segítsen, kérem! Mi csipog? Jó, csak maradjon csendben. Ki tette ezt? Én... egy bárban voltam, nem? Nem tudom. Itt értem magamhoz. Oké, és Laci, kösz, hogy itt voltál, szevasz a vár. Mi folyik ki? Segítek! Úristen! Úristen, szabadítson ki innen! Nyugodjon meg! Hát, ha meg tudjuk menteni, nem? Sziasztok! Na, zsír, zsír! Nagyon jó! Nagyon jó, megmentettük a csajszit! Isten király vagyok, hallod? Nem szívesen élném át újra. Finn biztos meglátott. Lelépett, mielőtt végzett volna. Igen, olyan gyorsan lelépett, hogy mindent ott hagyott. Hogyan lógott meg Finn? Megpróbáltam lezáratni a környéket, de mire megérkezett az erősítés, Finnnek már nyoma sem volt. Akkor nagyon gyanús. Tudják, hogy Finn volt. Ja. Megtaláltuk Mr. Finn egyik hajszálát. Lefuttattuk a DNS-tesztet, összevetettük a nyilvántartással, és dobta ki a rendszer. Már benne volt a rendszerben? Finn annyiszor járt már az őrsön, hogy gyakorlatilag saját zárkája volt. Amikor fülest kaptunk, hogy valaki látta egy elhagyatott házban, véletlenül épp arra jártunk. Úgy tűnik a felügyelőnek csak úgy az örébe potyannak a dolgok. Én legalább elkaptam, te pöcs. Vigyázzat, anyuci. Pipa lett. Próbáljunk együttműködni. Elég a kakaskodásból. Legalább tegyünk úgy, mintha egy csapatban dolgoznánk. Sajnálom, de tudomásom szerint ez az én ígyem. A gyanúsítottamat pedig elítélték. Mégis ki maga, hogy megkérdőjelezi a hozzáértésemet? Én vagyok a kerületi ügyész. Van még kérdéses? Az orvadász ügy mindannyiunkat megviselt. Azt hiszem, mi legyen 20-2? Örnes. Nem tehetünk többet. Mi az, hogy Ricsike? Kíváncsi még valamire? Én udvarias leszek, hallod? Hát én olyan udvarias vagyok, mint a szar. Mindenkinek köszönöm, hogy meghallgat. Szevasz, Raúl! Hogy az egész délutánunkat erre a szarra pazarolhat. Miss Graves, igen? Csak azt akartam mondani. Calvary egy pöcs. Az. Emiatt ne aggódjon. Sokat segített. Legyünk barátságosak vele, mert csóró még öngyilkos lesz itt a végén. Tessék, óriási aktakupac hever az asztalomon. Egyedül nem tudom átrágni magam rajta. Oké, persze. Segíthetek. Nagyszerű, várom a hívását. Na nézzük, hogy mi következik most, mert hogy még nem voltak olyan nagy izg... Mondjuk ez a bombás, ez duró volt, de... De azért nem rossz. Kicsit visszhangzik Ricsike. Ez van, haver. Egy patkánycsapda? Igen. Mindegyik tett helyen találkozik. De miért Ricsi kézen? Én azt nem vágom amúgy. Nem is tudom. Még nem is láttalak itt, tesó. Inkább elhallgattuk a sajtó elől.
Egyes számú célpont, Rupert Walsh, a vállalkozó. Az orvodász miután megölte, sörítes puskát szerelt a motel ajtajához, ami lelőtte az elsőként kiérkező rendőrt. Egyszerű, de problémás módszer. Nem lehetett biztos benne, hogy a rendőr töli meg. Tudunk még valamit az áldozatról? Ő volt az egyetlen, akinek semmi köze sem volt a Las Palmashoz. Egy környékbeli piás volt. Finn bemelegítő gyakorlatnak nevezte. Talán valamiféle beteges tréfának szánta. Na most így kiderül valami, de hallod? Olyasmi derül ki, hogy nagyon gyanús lesz. A pokolba. Amúgy elég, elég fura. Tartsunk egy kis szünetet, Becky. Sajnálom. Csak azt hittem, már lezártuk ezt az ügyet. De újra előkerültek az akták. Fint hamarosan kivégzik. Nem is tudom. Nem könnyű úgy elaludni, hogy folyton ez zakatol az ember fejében. Nos, a jó hír az, hogy biztosan vége lesz hamar. Tesó, nyugodjál meg, tesó, szúszá van. Hallod? Szúszá. Kettes számú célpont. Igazi piszkos menő. Ó, ő az, aki addig verte a gyerekeket, amíg mozdulni sem tudtak. Lömély, a hal. Kisegíti az árvaházban. Az árvaház előtt pár évvel a kápszereseknek jó vaskos aktájuk volt róla. De nem volt ellene bizonyíték. Nem valószínű, Raúl. Az orvadász egy vaksötét szobában hagyta a testét, a lámpát pedig telerakta cénéggyel. A kiérkező rendőr felkapcsolta a lámpát és... lőn világosság. Ez már átgondoltabb módszer volt, mint az első. Jobban kidolgozta a tervet, de mégsem volt elég neki. Hármas számú célpont. Romanski atya. Ő volt a vezető. A Las Palmas lelkésze, a bántalmazó. Állítólag. Igen, állítólag. Az orvodász kiütötte, felnyitotta és telepakolta robbanószerrel, hogy az első mozdulatára felrobbanjon. Megkaptuk a felvételt az egész jelenetben. Na, hát ezek itt jönnek rá fel a dolgokra. Órákon át térdeltette Romanskit. Lehet, hogy lesz videó ma, Last Day on Earth. Lehet, hogy lesz még egy videó. Amit akart, felhívta telőrőrmestert. Ismerte a másik két rendőrt? Az én körzetem volt. Szóval... de nem ígérem meg. Három rendőr, beleértve önt is. Mind a harmadik körzethez tartozott? A mi körzetünkben ölték meg őket. Mennyire ismerte a másik kettőt? Mármint a helyszínekre kiérkező többi rendőrt. Ahhoz elég jól, hogy neked veljem őket. Amint lehetőségem nyílt rá, le is listem. Mi van, ha az első áldozatot minden esetben csak elterelésnek szánta, és a valódi célpontjai a harmadik körzet rendőrei voltak? Hát érdekes, szerintem is. Ez a három rendőr... szerintem is elég érdekes. Ezt hogy érti? Problémák voltak a harmadik körzetben. Kábítószergondok. Fogyasztók voltak? Igen, többek között. Meglepő, hogy ez egyáltalán fel sem merült a nyomozáskor. Nem annyira. Mindegy, ezen a nyomon elindulhat. Mi folyik ön és Calvary közt? Veszettől viszkett tőle a tenyerem. A kettejük közti feszültség szinte tapintható. Szálka vagyok Calvary szemében. Miért? Először is én kaptam el az orvadást, nem ő. Köszönöm, Raúl, hogy itt voltál, jól legyél, tesó, szevasz, ciao. Hello, szia! Köszönöm, hogy itt voltál. YouTube-on vissza tudod majd nézni, haver. Ön könnyen beszél. Mellettem nincs ott az apám, hogy megvédjen. Senkinek sem könnyű erre felé. Igaz? Na, srácok, mi legyen? Innen folytassuk? Vagy hogy legyen? Skacok? Vagy... vagy pedig egy Last Day on Earth videót szeretnétek még ma, vagy ezt folytatjuk, vagy a videó lesz. Skacok. Úgyhogy várok rátok, hogy mit írtok. Folytassuk. Jó. Akkor csapassuk, gyerekek. Háza Nemzeti Parkban. Itt a 125-ös, a 10-16-osnál. Bemegyek. Na nem baj, azért csapatok nektek majd egy Eldo Elvidit, jó? Srácok, szerintem csapatok nektek egy Eldo Elvidit olyan este 9 környékén. Mit szóltok hozzá?
Ú, itt valami lesz. Rendőrség! Kinyitni! Kinyitni, hallod? Valami nem jó, gyerekek. Valami nem jó itt, én érzem. Lehet itt van a másik csávó, szerintem, vagy én nem tudom. Ott van egy hulla, talán. Te jó ég. Uram, hall engem? Hát az meghalt halál, szerintem. Az megfolyt itt a saját magát. Azt láttátok? Az nem gyenge csali volt, hallod? Levette a pálnát, az felrobbant a faszba. Szia, mi a helyzet? Nagyon becsár csapdák vannak. Az áldozat zsar. Nagyon rafinált csapdák vannak. Hogyan? Itt. Mi történt? Próbáljuk összerakni, mi történt. Bejött egy hívás. Egy hullára bombát erősítettek. Ez az orvadász módszere. Ez nagyon durva. Egy rendőr? Kicsoda? Hogyan? Calvary az. Micsoda? Nem, ennek semmi. Ez képtelenség. Próbálják összerakni a teljes kiskedvet. Becky. Nagyon durva. Szerintem a barátja volt amúgy az a csávó. Életrajz frissítve. Becky tartóztatta le az orvadászt és gyilkosság nyomozóvá léptették elő. Később megvádolták, hogy eltüntött az egyik tetthelyen talált bizonyítékot. Annak alapján, amire eddig jutottunk. Calvary prostust hozott fel. Istenem. Idehozta a lányt és... Tudod. Tudunk róla. Igen, elég érdekes játék. Barna hajú, 20 éves. Remek. Calvary egy teljes tárat üdített bele a falba, de semmit se csalált el. A vér tőle és Montesinosztal származik. Aki érkező? Calvary-re csapdákat erősítettek. A parancba. Na, megtalált nyomok, srácok, közelebb kell mennem, mert szarcs látok. Kell egy ilyen kép. Kellenek a lövésnyomok, majd ha megy ez a cucc. Meg kell megint egy egérfogó, hallod? Szóval hol van? Megvan! Jó, mind a három megvan. Mind a három nyomot megtaláltam. Én vagyok a NCIS-ből a izé. Horáció, hallod? Vagy hogy hívják a... Akkor vágták el a torkát. Akkor miért ebbe az irányba lőtt? Irántottam a mikrofont. Akkor miért lőtt meg? Úristen. Patkánycsapda. Köszönöm, hát tanultam, tudod, az izén a Horáció Egyetemen. Az NCIS iskolában tanultam. Van valami? Valami ott kiesett. Hazudik a csaj. Az nem jó. Az nem jó, valami ott kiesett, hát láttam. Valamit el akar titkolni a csajszi. Becky, sajnálom, hogy ezt kell kérdezned. Hol voltál tegnap este? Dick! Gyanúsítottak lettünk, hallod? Tényleg azt hiszed, hogy képes volnék ilyesmire? Ez őrület! Én nem zárollak téged. Nem, de ez az első dolog, ami az ember eszébe jut. Nem borulhatsz ki. Te is tudod, hogy rosszul fest a helyzet. Legyen hát tudom, hogy jó játék, tesó, csak pénz is kell megvenni, tudod? Ilyen nem létezik. Bárcsak ne így lenne. Utáltam azt a faszkalapot, de sose tennék ilyesmit. Én hiszek neked. Tudnod kellene, nem el. De hogy hiszel, hagyjad már. Nem hisz nekem. Nem hisz nekem a csávó. Amúgy tudom, hogy nagy játék a Shadow of the Colossus, csak sokba kerül, azt hiszem. Hó, mi a szar? Mi történt? Vége az első résznek!
Nézd meg a jegyzetfüzetet, szerez valami innivalót, majd koppints a négyzetre, amikor készen állsz a folytatásra. Hallod, van innivalóm, tesóm? Hát nyomassuk már, mi a szar van? Kattints a jegyzetfüzetre, na nézzük! Hát azt ezt tudjuk eddig is, hogy mi a szitu. Na folytassuk! Becky letartóztatta Finn, de a túszal áramütés végzett. Becky-t és társát előléptették a gyilkosságiakhoz, nem láttam végig, mert kurva messze van ez a szar monitor. Felicity nem találta Vance-ot bíró elé Finn történetét. Ja, még a játék meg is hitatna, hallod, dobjál már egy Pepsi kólát, köszcsá. Becky és Felicity együtt nézték át az aktákat, és aztán majdnem átment egy ilyen kis... tudjátok mibe. Becky eltitkolt a Felicity elől, hogy nem adott neki kakaós csigát reggelire. Ja, az egy rejtett kamera volt, ami kiesett. Nem volt alibije. Nem volt alibije a csajszinak. Ja, a tesó egy tripla sajtburgert dobják ki, meg egy kis Coca-Colát, köszi, hello, szia. Na, srácok, én azt mondom, hogy innen fogjuk folytatni, és akkor így részekre bontva megyünk szépen lassan. Úgyhogy remélem, hogy megértitek, mert ez így lesz a jó, hogyha részekre tudjuk bontani. És addig akkor én sem játszom a játékkal. Azután majd God of War lesz még, amit úgy ki fogunk játszani, amit biztos, hogy ki fogunk játszani. Meg ezt is ugye biztos, hogy ki fogjuk játszani. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok. És akkor folytatjuk. Folytatjuk legközelebb, srácok. Köszönöm, hogy itt voltatok. Jók legyetek, szevasztok.